Életének 87. évében elhunyt Faragó László nyugdíjas tanár, fotográfus, Jászberényváros díszpolgára. Faragó László Jászberényben született, elemi iskoláit és középiskoláit is itt végezte. A Lelvezér gimnázium diákjaiként még tagja lehetett az 1928-ban alakult 861-es számú József Nádor cserkész csapatnak. Az egyik legszebb, de talán legnehezebb hivatást, a tanítást választotta életpályául. 1951-től az Egri Tanárképző Főiskolán tanult, ahol tanári oklevelet szerzett, mint matematika-fizika szakos tanár. Hosszú éveken keresztül pallírozta a nebulók elméjét Jászszent Andráson, Portelken, majd Jászberényben, az egykori fiúiskolában és a gyakorlóiskolában. Az iskolai munka mellett mindig fontos volt számára a természet, melynek szépségeit éveken át kutatta tanítványaival együtt. Elnyűhetetlen és sok kilométeres túrabakancsával az elmúlt évekig fáradhatatlanul rótta Magyarország tájait. Sokat tett a jászberényi születésű bükki polihisztor Vásárhelyi István életműve és példája megismertetéséért. Faragó László másik nagy szerelme a fényképezés volt. A fotózással még gimnazista korában ismerkedett meg, édesapja akvagépével készítette első felvételeit. Tanári pályafutása közben sem hagyta el hobbiát, sőt a gyerekeket is megbabonázta el szép foglalatossággal. Számos fotószakkört vezetett iskolákban. 1985-től szervezett önálló kiállításokat, melyek témájaként elsősorban a természet és az épített örökség alkotásai szerepeltek. Sok évtizedes tevékenysége közben több felvétele jelent meg újságokban, könyvekben, képeslapokon, sőt önálló album kiadására is lehetősége nyílt. A Jász Múzeummal való kapcsolata több mint fél évszázados, 2007-től 17-ig a Berényi Kármentő Városvédő Lap szerkesztési munkálatait is végezte. Elkötelezett munkáját az Apponyi Albert Alapítvány 2010-ben Jászberény város kultúrájáért díjjal. Jászberény városa 1992-ben Pro Urbe díjjal, 2018-ban pedig díszpolgári címmel ismerte el. Sokak Laci bácsiját január 31-én, pénteken 15 órakor kísérik utolsó útjára, Szeretett városában.